A migráció megfékezését jelölte meg az egyik fő céljának az új francia kormány. Michel Barnier miniszterelnök azt mondta, nem akarnak olyan migránsokat beengedni az országba, akiket nem látnak szívesen. Egyre több európai ország dönt úgy, hogy saját kezébe veszi a migráció kezelését. Németország éppen egy hete állította vissza határain az ellenőrzést, Hollandia pedig a múlt héten bejelentette, ki akar maradni a 2026-ban életbe lépő új migrációs paktumból. Francia rendőrök futottak a migránsok után a La Manche csatorna partján. Egy népes csoport ugyanis épp beszállni készült egy gumicsónakba, amely Nagy-Britanniába vitte volna őket. A gumicsónak pillanatok alatt megtelt és elindult. Voltak, akiket menet közben húztak még fel a járműre, és olyanok is, akiket ott hagytak a parton. Megállíthatatlanul érkeznek a migránsok a La Manche csatornán keresztül az Egyesült Királyságba. Csak a hétvégén több mint 700-an értek partot, ezzel megközelítette a 24.500-et, az idén a Szigetországba érkezett illegális bevándorlók száma. A londoni kormány bejelentette, 35 milliárd forintnak megfelelő fonttal támogatja a határőrizetet. Első körben biztonsági kamerákat szerelnének fel a partok mentén, és megnövelnék a bevethető határőrök számát. A legfontosabb feladatnak pedig az emberkereskedő hálózatok felszámolását tartják. A brit kormányfő néhány napja az olasz miniszterelnökkel tárgyalt a migráció kérdéseiről. Keir Starmer úgy fogalmazott, London követni szeretné azt a modellt, amit Olaszország alkalmaz a jövőben. Egy olyan modellt alkalmazunk majd, amellyel korábban senki sem kísérletezett. Az illegális bevándorlók menedékkérelmét egy unión kívüli országban bíráljuk el. Ennek lesz elrettentő ereje is, hiszen 10.000-ével szállítjuk majd külföldre a migránsokat. Ez pedig megroppanthatja a bűnszövetkezeteket is, mondta az olasz miniszterelnök arra utalva, hogy Róma hamarosan Albániába szállítja azokat, akik illegálisan érkeznek Olaszországba. Közben az új francia kormányfő is bejelentette, változás lesz az ország migrációs politikájában. Michel Barnier azt mondta, az emberek nem érzik többé biztonságban magukat, és ezen változtatni kell. Az országnak integrálni kell azokat, akiket beenged, de nem akarnak mindenkit beengedni. Szigorítani fogják a határellenőrzést, a francia határokat ugyanis lényegében megszállva tartják az illegális bevándorlók. Kézzelfogható eszközöket vetünk be, hogy ellenőrizni és korlátozni tudjuk a bevándorlást, amely mára elviselhetetlenné vált, mert olyanok is az országba jönnek, akiket nem szívesen látunk. Olyan rendelkezéseket vezetünk be, amelyek már ismertek Európában, és a szomszédaink alkalmazzák is ezeket, mondta Michel Barnier. A francia miniszterelnök követendő példaként említette Németországot és Hollandiát. Németország ugyanis múlt hétfőn fél évre visszaállította a határellenőrzését minden határán, hogy megfékezze az illegális bevándorlók belépését és elhárítsa az iszlamista, szélsőségesek jelentette veszélyt. A holland kormány pedig a múlt héten hivatalos kérelmet nyújtott be az Európai Bizottsághoz annak érdekében, hogy kimaradhasson a 2026-ban életbe lépő új migrációs paktumból. A hágai kormány menekültügyi minisztere úgy fogalmazott, Hollandia drasztikusan csökkenteni akarja az országba irányuló migrációt, hogy teljesíteni tudja alkotmányos kötelezettségeit. A lakhatás, az egészségügyi ellátás és az oktatás biztosítását. Magyarország Hollandiához csatlakozva mentességet kér az uniós menekültügyi és migrációs szabályok alkalmazása alól, amelyeket elhibázottnak és kudarcra ítéltnek tart.